Az meg lenyomtam a telefon, tehát karda, aga és Hibi. És majd Gizi meg nem tudom, Princi olyan az Istenben van. Közkívánatra ide jöttem. Higgyem el, hogy itt nagyon jó felvételek lesznek. Szerintem nem. Na ez az oldal egyenes. Itt jön ez a éles kanyar, dombra föl egy kicsit, és extra hosszan arra el. Tehát itt fognak érkezni. Már jó vadászban majd mindjárt. Tehát ez az a belső rész. Én tudom, hogy itt nem tudok jó videókat csinálni, de hát ők esküdnek, hogy igen. Tudom, hogy nem. Hát Giziről, Princiről leraktam a kezem, mert nem tudok több helyen lenni. Ha egyszerre jönnek, bevezénylem őket, lementek volna másfél galocs, azt addig ők kencéznek a tóbin, vagyis az ügetőn egyet. Nem tudom, majd megoldják valahogy. Na, tehát itt jönnek föl, majd, aha, be is fordultak. És a Hibi az elmarad, egy jó erős Uber-t jön majd. Tehát karda belül, és aga kívül. Jó, így csak minőségileg lófasz szerintem, de hát mindegy. Gyertek. Hogy menjenek! Hogy ne cuppognék. És még mennek extra egész addig. Na, Hibit várom, Hibike is itt van. Na, jöhettél volna egy kis. Nem, jó ez, tökéletes, jó. Jó van. Így tudtam kiosztani, és akkor a Ravenset is. Szuper, nagyon jó, mehet így. Jó. Tökéletesek, ügyesek voltak hárman. Hibinek ez jó volt, volt vezetőlova is, még el is mentek itt. Jó. Ugye ügetőn voltunk egy 1200 métert, és itt meg egy olyan 1000, hát 2000-re közel. Jó. A meló tetszett, karda, aga, és Sibinek, ami elő volt írva. Tökéletes.